Polgároknak, hogy az úr 2022. esztendejének, Farsang havának 27. napján országos és világhírű télűző farsangi mulatság lesz a Varázserdő Varázserő turisztikai központba! A mulatságra kicsit és nagyot, fiatalt és idősebbet, szegényt és gazdagot, boldogot, boldogtalant, egy szóval minden kedves kurtalábú farsangolót nagy-nagy-nagy szeretettel várunk! Barátsággal köszöntöm a tévénézők nevében is. Hogy érzi magát itt a Sörsön? Sok szeretettel köszöntöm én is a Vagabond, a Gólyalábasai és Óriásbábasai nevében a televízió képernyője elét ülő kurtalábú sokadalmat. Hát mi vagyunk ugye a Vagabond, és azért jöttünk el ide Alsóörsre, hogy együtt a helyiekkel elűzzük a telet. Láthatnak majd igazi farsangi mulatságot, lesznek kérem hagyományos farsangi maskarások, lesz igazi tűznyelő műsorszám is, és végül, de nem utolsó sorban elégetjük farsang rozáliát a téllel, az összes bajjal és bánattal együtt. Hogy érzik magukat itt a Sörsön? Remek, tündéri a közönség, nagyon lelkesek, nagyon aktívak, úgyhogy szerintem egy fantasztikus előadás lesz. Honnan érkeztek? Mi Miskolc és Budapest városából vagyunk, és hát egyszerre két helyen van a csapatunk, és onnan járjuk a Kárpát-medence fesztiváljait és falunapjait, szabadtéri rendezvényeit. Köszönjük szépen, és további jó föllépéseket kívánunk! Mi is nagyon köszönjük az interjút, és a televízió nézők, ha legközelebb hallják, hogy valahol gólyalábasok lépnek fel, akkor feltétlenül jöjjenek és nézzék meg, remekül fognak szórakozni! Helyszínen búcsúztatják a telet, pontosabban szeretnék búcsúztatni a telet, reméljük, hogy nagy sikerrel. Korábban merre búcsúztatták ezt a szezont? Februárban elkezdődtek az eseményeink korábban is, és a kiszebábot azt mindig szerettük volna elégetni, tehát megszabadulni a téltől, mert mindig hosszú, amikor már itt van a tavasz kezdete, akkor már mindenki nagyon várja. És a falu központból mindig lekísértük a Kiszebábut a partra,
vidám műsor keretében, és ott égettük el közvetlen a Balatonnál. Az idén viszont, mivel szeptembertől már működik a Varázserdő, ide az amfiteátrumhoz hoztuk föl egy másik jellegű programmal, de úgy látom, hogy nagy a sikere, kirakodóvásár, egyéb lehetőségek, programok, finomságok, forradbor, teja, kolbász, fánk, ami a farsankhoz hozzátartozik, úgyhogy ez egy ilyen közösségformáló esemény, rendezvény a továbbiakban is, és hát természetesen ezen a helyszínen nagyon sok olyan rendezvényre is sor kerül, főleg a tavasz végétől, amelyik hetes rendszerességgel színházi előadásokat fog magába foglalni, koncerteket, és hát itt működik Magyarország legnagyobb planetáriuma is, most már van 4 szinkronizált filmünk, úgyhogy várjuk szeretettel a vendégeket. Köszönjük szépen, nagyon-nagyon. Na, mi láttál lovat, a Szoli? Mi láttál a kertben ültemó? Fogják meg! Fogják is a lovat! Hogy állj, elállom az útját, fedjál vele! Állj meg, állj meg! Állj meg! Jaj, Szoli, mi láttál a lovat? Fogd már meg! Elnézést, senki nem ijedt meg nagyon? Nem tudom, hogy mitől vadulhatott meg ennyire a ló. Te adtál neki, mielőtt fellépés volt a művész teájából? Nem, hú. Az előbb azt mondta, hogy közösségformáló. Azt hiszem, hogy alsó őrsön, hogyha vannak is problémák, ez egy, amivel nem lehet probléma. Mi a motorja, vagy kik a motorjai itt a településnek? Hát a civil közösségeink, meg a munkatársaink, meg a helyiek. Az alsósiak azok mindig is összefogtak, és hát ugye most sajnos aktualitása van, szomorú a háborús helyzet, ami rávetti az egésznek a hangulatára magát, de én remélem, hogy ez hamarosan megoldódik. Ettől függetlenül természetesen mi is a szervezeteinken keresztül gyűjtéseket indítottunk. Pont most mondtuk be itt a közönségnek, és kihasználtuk, hogy ilyen nagy tömeg van most jelen, hogy a Caritas és a Református Szeretett Szolgálat gyűjti az adományokat, amelyeket személyesen mi fogunk elszállítani a keleti határakra. Tartós élelmiszert, tisztálkodószereket, paplant, pelenkát, ilyesmit gyűjtünk, és hát biztos vagyok benne, hogy csak úgy, mint korábban is voltak hasonló szomorú esetek, amikor összefog a közösség. Remélem, hogy ez is eredményes lesz.
köszönjük szépen, hát úgy látom, hogy sikerült elégetnünk Farsang Rozáliát. Nekem már csak annyi maradt a tisztem, hogy először is megköszönjem a szervezőknek a meghívást.